Hatalmas üdvözlet mindenkinek, én vagyok az megint, és ez a Black Mesa harmadik részén. Most ott jártunk, hogy szevasz haver, gyere, mindjárt megkapod, amilyen szépen átívelt. Mindegy, szóval ott tartottunk, hogy ide kell jönni ez a csatorna, igen, finom lesz. Oké, szóval a csatorna meg minden, hoppá, ezt nem akartam. Igen, ezeket ki kéne kerülni. Persze, hogy nem sikerült. Tagolj már meg! Ez nem igaz. Ez is. Jó, mondjuk ezt inkább be kéne tölteni, mert ez elég gagyi lett. Szóval sziasztok! Szokásos szivacs bénázás kapásból. Csak a szokásos, tudjátok. Azt hiszem, hogy ezeket így ki lehet igazából nyírni. Igen, ez így jobb. Így né. Most már boldogabb mindenki. Itt is van. Oh, szióka. Te is elég zavaró vagy. Már megbocsáss, semmi személyes. Csak mondom, hogy te szippancs fel, hogy ki tudjanak nyírni addig. Inni. Ez egy jó taktika. Tök jó, hogy fel tudok érni a plafonig. Na, ezt kell majd megnyitni, de először megtervezem, hogy merre akarok menni. Igazából fogalmam sincs. Erre talán. Hogy innen jöttem, szinte erre kell majd jönni. Szóval akkor ezt jegyezzük meg, mert múltkor itt eltévedtem elég rendesen. Szóval most inkább előre megjegyzem, mit fogok csinálni. Nehogy baj legyen. Na? Mennyi ideig kell ezt a szart tekerni? Azt a rohadt élet. Na végre, úristen. Igen, és most elkezd emelkedni a víz, és ugye akkor erre, azt hiszem. Ez a másik oldal. Gyerünk, mász fel. Gordon, ne szórakozz, na azért. Igen, ez a másik oldal, nagyon jó. Egy kis élet, gyors mentés, és Gordonnal folytatjuk tovább az utunkat. Whisket a szemem. Oké, vége, tehát. És egy loading, ezt azért megvárattam volna, mindegy. Senki sem tudja előre. Oké. Hello. Oké, eddig jó. Jó, ezt már igen, erre emlékszem, még a Half-Life 1-ből is, ez vicces rész. Ládákat szét kell törni, hát ha van benne valami muníció, amúgy ott arra lehet menni. Azt még nem is... csak te. Adjuk már, ne is próbálkozz. Szóval erre mi van? Még erre nem is voltam szerintem soha. Nézzük már meg, hát ha van valami finomság, mondjuk muníció vagy ilyesmi. Esetlegesen. Amúgy tök jó, hogy a szellőzőben vannak lámpák vészhelyzet esetére. Nem lesz szétverni őket? Hát gondoltam, ez még mindig Half-Life, szóval nagyon lineáris a játékmenet. És nem vannak túl sok szabadságot, hogy mit lehet eltörni és mit nem. De hát nagyon régi, szóval a Source Engine is régi, szóval ezt elnézzük. Zsír töltény, sos hol vagyok? Bent! Hello! Aha. Oké, nem tudom, mit csináltam, de biztos jó volt. Véletlenül, jó, inkább átváltok erre, ezzel nem lehet véletlenül semmit se csinálni. Oké, azt hiszem, itt végeztünk. Akkor lehet, hogy mégiscsak erre kellett eredetileg is jönni. Ezek szerint, na mindegy. Nekem 8, és akkor most itt le. Pup! Barátságos zöld gomb. Nagyon-nagyon jó. És akkor most fognak jönni onnan 8 millióan, arra emlékszem. Ilyen kis szar headcrabek. Igen, már jönnek is. És akkor ezek általában vagy tovább mennek, vagy itt fennakadnak. Ha fennakadnak, akkor csak szimplán meg kell paskolni őket. Ez például nem ment tovább. Itt nagyon sok életet lehet veszteni. Ez tovább ugrott. Oké, gyere még. Azt hiszem ez is tovább ugrott. Nem! Jaj, ne gyertek! Igen. Dodge. Dodge. Hát, öreg anyátokat! Mi a franc van? De utálom ezt a részt. Nem lehet kikerülni. Nem lehet kikerülni ezeket, az a baj. Olyan sokan jönnek. Oké, az tovább esett. Az életem felét elvesztem ezek miatt, a szarok miatt, mert vizém sincsen. Na. Gyerünk, arra lehetett volna menni igazából. Na most hagyjatok békén. Hopp! Oké, inkább megyek, mielőtt nagyon nagy baj lesz. Töröttöröttetén, töröttöröttetén. Töltény, nagyon-nagyon jó.
lehagyjuk azokat a szarokat. Piaf! Igen, erre már számítottam. Jó, akkor most felmászunk, mielőtt követni tudnának azok a szarok, de ez nagyon gonosz, utálom ezt, amikor ezt csinálja a játék. Na, most itt valószínűleg le fogok esni, mert azért nem vagyok én olyan ügyes. Igen, ezt mondtam. Igen, ugrások. Akkor egy ilyen sprintes ugrás, az lett. Oké. Nagyon jó. És akkor itt van az, hogy vagy arra, vagy erre, de én inkább erre jövök, mert elméletileg ez az eredeti útvonal, amerre szánták, hogy jöjjek. És egy loading. Ez most elég kevés idő telt el az előző loading óta, szóval... Ja. Köszönöm. Az nem nyitható. Megint itt vannak ezek a barátságos lámpák, szintem ez se. Nem. Azért meg kell róla győződni, hát ott találok valami titkot. Erre lehetne jönni, de akkor mi van erre? Erre is lehet jönni. Hát, hogy jöjjünk akkor erre. Nem tudom, hogy a másik mi lett volna. Ez a másik. Oké. Itt van valami extra. Nincs. Ó, ez meg mi? Ez valami kövek? Á, páncél, zsír, azt szeretjük. Még páncél és élet. Nagyon-nagyon zsír. Haladunk, és akkor le a létrán, gondolom. Hello? Oké, okay, barátságos. Hello? Senki? Én azt úgy szeretem, hogyha senki sincs. Ó, oh, páncél, az nagyon jó, ha van. Áó! Valaki köpköd, ajajajajajaj, és el is talált. Fúj, olyan lett a fegyverem. Nem szégyelli magát? Egyes kultúrákban a köpködés dicséretnek számít, szóval... És szerintem ez nem az a kultúra. Jó. Most be a vízbe? Nem is emlékszem. Szerintem igen. Lehet, hogy oda kell. Ja, mert hogy itt erre nagyon tovább nem lehet menni. Ordók! Egyszerűen, és tök jó lenne ide is egy gravit, igen. Fúj, milyen... Bele se gondolok, mi van ebbe a vízbe. Oké. Okay. Ezért ez elég egyértelmű utalások vannak, hogy erre kell jönni. Nem túl megbízhatóan kinéző létre. És... barátságos medikit állomás. Bírom azt a zöld kis izét. Bele se gondolok, mit tölthetek most éppen belém. Mindegy, biztos valami morfium vagy egyéb kábító hatású szerek. Na itt él még valaki? Vagy mindenki meghalt? Jó kérdés. Azok ott meghaltak, ez is. Ó, de csúnya vagy. Jó, figyeld a szemét, azt a rohadt élet. Azt tud valami, arra megyünk, és erre nincsen szerintem már semmi. Oké. Okay. Biztonságos. Dobozban van valami? Nincs, csak egy... az. Csavarhúzó? Nem, az másik. Hogy hívják ezt? Nem tudom, mindegy. Jó, elég egyértelmű, merre megyünk. Ó, láda. Nem? Oké. Okay. Pedig én... tiszteltelek volna érte, ha lett volna valami a ládába. Jaj, ne ez a rész. Emlékszem. Itt nagyon sokszor meg fogunk halni. Hát, ha nem is sokszor, de... egyszer biztosan. Mert hogy nem vagyok én olyan ügyes. Mip-mip. Akkor arra nem megyünk. Nem lehet betörni. Á, úgy látom, nincs is benne nagyon sok minden igazából. És szerintem arra se. Szóval akkor egy jutunk van. Át a dobozokon. Hopp. És ezek így lebegnek össze-vissza. Az a rossz. Áú. Oké, okay, eddig jó. Amúgy azt bírom, hogy a Half-Life 1-be ez a gödör, ami itt volt alatta, az ilyen végtelen gödör volt, tehát ilyen feketesség, és nem volt alja. Oopsie daisies. Pup. Igen, szóval nem volt alja. És akkor kicsit érdekes volt. Mindegy, olyan hely, aminek nincs alja. Oké, okay, eddig egész jól megyünk. Még csak egyszer haltam meg, ami eddig személyes rekord. Jó, minden ládán elmentem, mert ki tudja. És... jó. Nagyon-nagyon jó. Valaki? Ez itt túl unalmas, legyen már valami ellenállás is. Ez meg mi? Oh. Bleed. Érdekes. Ebben a dobozban esetleg? 999? Oké. Okay.
Hát akkor barátságos létre barátunk segít. Valami? Nem? Oké. Okay. Múp. Meg mindig senki. Te tiszta unalmas, srácok. Loading. Ó, rosszabb, rosszabb. Ó, nem, 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 nem. És csak felrobbant egyszer. Beszabehu. Na jó, most már szem. Pisztolyjal a kézbe fogok közlekedni, mert van 124 töltény. Az azért már elég egy ideig. Amúgy a Half-Life az szokott csalni néha. Ajaj, ez nem néz ki valami jól. Hogy a hátad mögé is néha bespannol ilyen finomságokat, szól majd hogyha hallok ilyen ajaj, ez recseg. Szóval ha hallok ilyen akkor hátam mögé is kell nézni, mert szokott ilyen módon csalni. Na, itt biztos, hogy lesz valami. Ó, kutyák. Jó, még az a jobb változat. Nem robbansz fel. Jól van, helyes. Senki nem robban fel, pont úgy, ahogy szeretem. Láda? Nem? Oké. Okay. És ez esetleg? Ami finom? Töltény? Nem? Ezekben nincsen semmi. Ah, mindegy. Akkor lift, ami természetesen még ugyanúgy működik. Nem tudom, melyik gombot nyomtam meg amúgy, csak valamit. Jó, akkor remélem felfelé megyünk, mert ugye végül is a játék célja most jelenleg az, hogy jussak ki a felszínre. És egy természetesen egy 20 éves loading után ezt már meg is tehetem. Talán. Ha mindenki kedvez. Ah, oké, okay, zsír. Na, megjöttünk. És Office Complex, egy következő fejezete a játéknak. Ajaj. Az ott nem nézett ki, ha segítsek? Mondjuk szerintem már neked mindegy. Oké, okay, sok sikert! Én akkor itt se vagyok. Hello? Hello? Na, emberek, végre. Csak én, hát üvegajtón átlátsz, basszus. Szóval ki van ott? Hát... nem mindegy. Hát nem vagy, nem voltatok túl segítőkészek, de mindegy. Ó, kínai kaja? Nem, mondanom papírkötegek. Na, ez nem néz ki valami jól, viszont az... már igen. Szóval inkább jöjjünk erre a hívogató. Na most arra kell menni elméletileg, viszont erre még nem voltam, szóval akkor nézzük meg, mi van ebbe az irányba. És ilyen szellőző aknákba nagyon szeretnek lenni ilyen headcrabek, szóval arra vigyázunk. Na most itt ki lehet jönni? 999, viszont itt biztosan. Valami extra... micsoda reflexek. Már számítottam rád. Ó, rád meg annyira nem. Töltény, az jöhet. Mindig extra töltény, mindig jól jön. És páncél, az is jöhet. Na most miért nem tudok kijönni? Jó van. Jó, hát szerintem megérte. Most már viszont haladhatunk visszafelé. Annyi töltényem van? 150. Szerintem annyi a max, hogyha jól emlékszem, bár... emlékszem pontosan, mert bármint mondtam az előző részben, hogy rég játszottam, szóval nem tudom. Pipiripipe. Nem lehet Google-val sprintelni? Nem. Pedig kár érte, vicces lenne. Na. Hello, köszönöm, hogy nem nyitottátok ki az ajtót. Lehet inni valamit? Na, szerintem elfogyott. Vagy nincs is aprom. Na, te vagy az? Ú, de bátor vagy. Hát basszus, üvegajtó! Hát... én elrontom a plazma tévédet, azért biztos, ami biztos. Te maradj itt, én csinálom a dolgom igazából, neked nagyon nagy szereped nincs ebben a játékban, mert megbocsáss, de én vagyok a főszereplő. Na most kikapcsoltam az áramot. Igen, légy szíves. Jó, hát akkor maradj itt. Nekem tök 8. Én viszont haladok errefelé, ugyebár. Itt az ajtó záró van, és ott egy a legjobb barátunk. Jó, ezt át lehet törni, mert megijedtem. Haha, nyertem. Nagyon vicces kitörni az ablakokat.
Nem néz ki túl barátságosan. Szóval azt mondom, hogy erre... Ajaj, gyere csak! Come at me, bro! Come at me! Come at me! Hehehe, nyertem! Oké, okay, az zárva... Az is zárva szerintem. Nem! Zsír! Akkor erre. Ah, hellóka! Téged azt hiszem le tudlak küzdeni a... Az egyszerű módon. És egy kis töltény, nagyon jó. Ja, 150 a max, mert ugye most van 144, és akkor 150 a max. Ezt jó tudni mindig. Erre be lehet jönni? Nem, nincs akkora szerencsénk. Na most, a Half-Life 1-ben, ha eljöttél erre, akkor itt volt egy soti. Na most, nem tudom, hogy ez most is itt így van-e, áu, de én azért megnézem, mert nem szeretnék elszalasztani egy, sotit. Kösz a dobozt. Aj, de hülyék vagytok, azt az eget. Szinte már félelmetes. Te mit csinálsz? Nem tudom. És itt mi van? Egy szék. Aha, azon kívül nem sok, szóval teljesen... Ah, meg egy tűz lehetőség, de hát minek, hogyha van feszítővas most őszintén. Oké. Okay. Itt volt a soti a múltkor, elméletileg. Igen, itt vagyok, hello. Ajaj. Légy szíves! Na, köszönöm. Csak ilyenkor beenged, hogyha segítek neki megölni. Így. Igen, és akkor ennek vannak töltényei itt hátul. És szerintem lesz egy shot is, mert a Half-Life 1-ben itt úgy volt. Na. Meglepetés! Boldog szülinapot. Jó, ez kis medikét. Ez se rossz, azért ez se rossz. De a soti jobb lett volna, mindegy. 138. Elhasználtam egy csomót arra a hülye zombira. Jó, hát akkor mostantól van egy revolverünk, az nem rossz. És így, hogy tudjak kúzni, így csinálom. Köszi a semmit, tényleg. Jó vagy. Oh, hello. Ki ne találd? Áó, kitalálta. Kösz a segítséget, bár azért egyedül is ment volna, de azért kösz. Tehát jobb voltál, mint a semmi. Fogalmazzunk így. Jó, akkor nincs soti, de van revolver, szóval végül is fél siker. Erre kell jönni, elméletileg. Áó, az áram. Az áram, Máté. Köszönöm. Agy, kicsit későn, de köszönöm. Periódusos rendszer nagyon fontos, még egy ilyen iroda épületbe is. Már végül is tudósok. Igen, itt le lehet kapcsolni a villanyt, és akkor megszűnik az áram. Ne kérdezzétek, hogy. És hogy ez hogy világít, akkor még ha most kapcsoltam le a lámpát, vagy az elektromosságot, vagy akármit, de... Mindegy. Hello, gyere csak. Szép volt. Gratulálok. Nyertél egy lófasz. Na. Balfasz. És... nem, hanem... Whoop, itt se, oké. Okay. Én fel vagyok készülve mindenre, srácok. Ezt ki lehet nyitni? Gondolom nem. De ott van ment egy... elem. Majd azért visszamegyek, nem tudom. Ó! Most azért kicsit megijedtem. Jól van. Akkor... ja. Folytassuk erre. Úgy be lehet jönni. Valaki betörte a monitort. Te voltál? Miért csinálnál ilyen butaságot? Ezekbe be lehet jönni, tök jó. Szinte itt kutyák vannak. Igen! A szemétláda! Megengedtem? Hát megengedtem! Jó, hogy itt ajtó is volt. Mindegy, ilyen ablakon keresztül jöttem, mert azért adjuk meg a módját. Mi a... Elnézést! Elnézést! Én itt közlekednék. Köszönöm. Ó! Oh. Igen, erre gondolok, hogy így az arcodba dobja néha, meg a háton nugész pannol, szóval vigyázni kell ezzel a Half-Life-val, mert akkor olyan zárva van, akkor erre. Ja, erre? Oké, okay, köszönöm. Igen, szép volt. Á, itt van az az elem, amiről beszéltem, nagyon jó. Pup. Oké. Okay. Oh, hello, látlak ám. Balfasz. Hogy tudtam eltalálni egy kanyarban, nem tudom.
Ó. Ó. Igen. Tudod, amit inkább azokat öljed, jó? Mert itt van egy ilyen turret, vagy mi ez, Sentrygun, ahogy mondják. Azt is. Ez az nagyon jó. Na, akkor következő lesz. Át kéne valahogy sunnyogni. Megvarol még készenléti állapotba merül. Ami szinte most meg is történt. Elmentjük, és futi, 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 sikerült. Ez egész jól ment igazából. Oké, akkor itt van egy kis élet, amit lehet nem kellett volna. 89 élettel, na mindegy. És ez volt az, amit néztem, hogy zárva van. Oké. Minden a legnagyobb rendben. Viszont szerintem a mai részt itt lezárom. Köszönöm szépen a figyelmet, legközelebb innen folytatjuk. Sziasztok!